Az 1753-tól újra települt Nyíregyháza 19. század első harmadában saját erőből megvált mindkét földes urától, 1803-ban a dezsőfiektől, 1824-ben pedig a károlyiaktól. Az országosan is ritkaság számba menő örökváltsággal földes úri jogokat nyert gazda és iparos közösség új utakon indult el. 2024-ben a károlyi örökváltság bicentenáriumának alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár több módon is igyekszik megismertetni Nyíregyháza múltjának forrásait az érdeklődőkkel. Nyíregyháza örökváltságának bicentenárium alkalmával úgy gondoltuk a Józsandás Múzeummal közösen, hogy egy kis történeti visszapillantást teszünk annak érdekében, hogy az ünneplők ismerettel is felvérteződjenek, ne csak szép ruhába öltözve ünnepeljenek. Éppen ezért elindítottunk egy sorozatot, amiben filmklub keretében levetítettük a várostörténeti filmeket, és megismertettük azok alkotóit, és az online világba is egy kicsit kalandoztunk, hiszen Illyés Gábor tanár úr honismereti óráját már látható a YouTube-on. A mi honlapunkon pedig közzétettük azokat a forrásokat, főképpen 1824-es forrásokat, hiszen az örökváltság, a második örökváltság 1824-ben történt, amelyek fontosak lehetnek a múlt megismeréséhez. És ha már az online lehetőséget ad nagyobb kitekintésre is, akkor indítottunk egy kis játékot, egy kis kvízjátékot, egy fotópályázatot, aminek most fogjuk értékelni a beérkezett munkáit. Kujbusné dr. Mecsei Éva, a levéltár igazgatója azt is elmondta, az online játékok és pályázatok jó lehetőséget teremtenek arra, hogy bevonják a fiatalságot is. A pénteki esemény apropója a Városnap volt, hiszen az intézmény a Józsa András Múzeummal karöltve konferenciát szervezett, amelyen a levéltár és a múzeum munkatársai tartottak előadásokat a város történetének egyes fejezeteiről. Az egyik előadó dr. Bánszki Hajnalka a levéltár igazgató helyettese volt, aki elmondta, a konferencia célja többek között az, hogy minél többen megismerhessék a város történelmét, és közelebb kerülhessenek hozzá. Én Nyíregyháza történeti íróiról fogok egy kicsit beszélni. Nagyon érdekes az ő történetük, hogy kik milyen kontextusban írtak először a város történetéről. Meglepő, de többnyire ők nem hivatásos történészek voltak, hanem van köztük ugye lelkész, tanító, de olyanok is, akik alapvetően természettudománnyal foglalkoztak. A konferencián túl a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár aulájában az érdeklődők több vitrínben tekinthették meg a Nyíregyháza megváltakozásának 200. évfordulójára készült kiállítás anyagát, melyben szerepelnek a telepítő levelek is. Az én kedvencem természetesen a telepítő levelek, amely az egyik a levéltár tulajdona, a másik pedig a múzeum tulajdona, és a gyűjteményében van, illetve nagyon érdekes levéltári dokumentumokat láthatunk, azt hiszem a dezsőfi és a károlyi családoktól való megváltakozással kapcsolatban, illetve a hitel fizetésekkel kapcsolatban, amelyeket a város hát több évtizedekig fizetett. A vármegyei levéltár és a Józsa András Múzeum közös konferenciája sokakat megmozgatott, a kutatóteremben teltház előtt tartották az előadásokat. A város történeti kiállítás pedig a jövőben is várja az érteklődőket az aulában.